Köszöntök mindenkit itt a múzeumi beszélgetések. Pontosan 100 éve 1921-ben született a Szent István Király Múzeum legendás igazgatója, dr. Fitz Jenő. Ezen alkalommal is rá fogunk emlékezni itt a múzeumi beszélgetésekben, ismerősökkel, kollégákkal és természetesen pályatársakkal, rengeteg sztorit és rengeteg élményt felelevenítve. Köszöntöm nagy-nagy szeretettel a stúdióban a mostani múzeumi beszélgetésekben Kovalovszky Mártát, illetve Kovács Pétert nagy-nagy szeretettel. Jó napot kívánok, ez itt Csókolom. Köszöntöm Önöket nagy-nagy szeretettel. Adás előtt beszélgettünk, nagyon-nagyon röviden tudtunk beszélgetni, és biztos, hogy rengeteg élmény, rengeteg emlék van a múzeummal kapcsolatban, Fitz Jenővel kapcsolatban, és nyilván ugye fehérvári léttel kapcsolatban. Kezdjük a leges-leges legelején az egészet. Mikor tetszettek ide kerülni Székesfehérvárra? Nem egyszerre tulajdonképpen, mert én 1959-ben jöttem a Tácsi ásatásokhoz segédmunkásnak. Egyetemi hallgató. Akkor teljesen hallgató. Alulról indulva. Igen, úgymond. Egyetemi hallgató voltam, és valaki ajánlotta, hogy menjek be a Nemzeti Múzeumban egy szerda délelőtt a könyvtárba, és ott fog ülni egy csokornyakkendős úr, és annál lehet jelentkezni ásatási segédmunkásnak. Hát ez volt Fitz Jenő. És milyen volt akkor első látása, vagy első beszélgetése? Hát egy mosolygós fiatalember volt, nem beszélt sokat. Hát a csokornyakkendő az önmagában is akkoriban egy, nemhogy ritkaság volt, az egy egészen különleges valami volt, hogy persze. Egy múzeumigazgató 50-es években. Csokornyakkendőben. Nagyjából rendszer ellenes is, ezt mondhatjuk egy picikét. De nagyon érdekes volt akkor a fölállás, mert a múzeumok akkor még a minisztériumhoz tartoztak, az akkori művelődési minisztériumhoz. És hát a múzeum, mint olyan egy ilyen furcsa test volt a városban, mert végül nem volt bele senki, hogy a városból, hogy mi történik a persze. Múzeumban. Ugyanakkor ez egy egészen kis mini intézmény volt. Fitz Jenő, a felesége voltak a múzeumban, és még egy néprajzos kollega, Pesovák Ferenc, ők hárman, és volt egy mindenes gazdasági vezető, a Erzsike néni, és Lencsés bácsi a restaurátor, gondnok. Ja, mindenes. Mindenes, igen. Ő volt a legrégebbi ember, mert ő 1929 óta már a múzeumban volt. Fitz Jenő akkor, amikor én így megismertem, akkor 10 éve igazgatta a múzeumot, 1949-ben lett a múzeum igazgatója. Hát főleg a nyáron ugye ott dolgoztam kint a társai ásatásoknál, csákányoztam, lapátoltam. Hát de rengeteg élményt összeszedve gondolom, hát ugye akkor kezdődött a feltárás, vagy akkor kezdték el ezt a területet. Igen, talán, ha jól emlékszem, egy vagy két évvel előbb. Hát még nagyon friss volt a komoly feltárások. De azon kívül szinte azonnal bevontak egyéb múzeumi munkákba is, kiállításrendezésbe. Nagyon emlékszem, hogy egy francia kerámia kiállítás került akkor Fehérvárra, és a Sóképtár földszinti helységébe Petres Éva, Fitz Jenő felesége rám bízta annak a megrendelését. Az nagyon nagy dolog, azért ilyen fiatalon, pályakezdőként se, ugye még említettük, hogy egyetem alatt volt, ez azért ez rendkívül megtisztelő dolog lehetett. Hallatlanul az volt, és
hát kölcsönösen szimpatikusnak találtuk egymást, és akkor megkérdezte Ficsenő, hogy majd lenne kedvem eljönni Fehérvárra. Volt, és szerencsére. Volt, egy következő években is ott dolgoztam a tárciáztatásoknál, meg egyébként néha a múzeumban. Tehát rengeteg élmény, rengeteg emlék van egyébként, hogy hallom. Az adódott, hogy, hogy akkoriban indult a Művészet című folyóirat. Igen. Budapesten, ha jól emlékszem, 1960-ban indult el a folyóirat, amiben mind a ketten írtunk, és akkor fölmerült, hogy írjunk a fehérvári kiállításokról is, mert azt hiszem, nem, te is ásatásra jöttél el először. De tehát akkor mindenki ásatásra érkezett, úgy kezdődött a múzeumi történet. De később jöttél, mint én. 60-ban vagy 61-ben. 60-ban jöttem. 60-ban. Igen. És aztán ez így adódott. Én kerültem be először a múzeumba, még 62-ben. Utána Márta érkezett. Márta később, mert akkor nem volt állás. Márta egy évig. Na igen, azt szeretném kérdezni, Márta hogy került a múzeumban? Mi a története? Az úgy volt, hogy a Péter mondta, hogy a múzeumban lehet jönni, de csak egy állás van, és akkor én nekem adódott egy Táci általános iskolai magyar tanári. Hát a legjobb helyen, Gorziumhoz. Jó, hát akkor tudtam a Gorziumot, persze. De azt gondoltam, hogy ez tanítónéninek más dolga van. És akkor én ott dolgoztam egy évig, és a következő évben, tehát 64-ben jöttem át. 63-ban jöttem át a múzeumban. Könyvtárosként tetszett ott dolgozni. Könyvtárosként dolgoztam, és aztán egy idő múlva, utána én is művészettörténészként kezdtem dolgozni. Aha. És utána pedig akkor gondolom, rengeteg közös projekt, rengeteg közös feladat, közös szervezés volt. Melyik volt a legemlékezetesebb egyébként, hogyha már itt tartunk a közös munkáknál, amit tényleg most is nagyon-nagyon szívesen tetszenek emlegetni, emlékezni rá esetlegesen? Azt hiszem, hogy megint vissza kell a kezdetekhez menni. A Fitz házaspárnak régi terve volt az, hogy Csontvári képeit elhozzák Székesfehérvárra egy kiállításra. És hát erre nagyon alkalmasnak látszott a mostani Csók István képtárnak a terme, ami nem volt ilyen egyértelmű, mert ez a tulajdonképpen ugye a háború éveiben városi művelődési háznak épült ez a ház, de nem készült el egészen, és ilyen formában nem is működött. A háború után pedig eleinte boxmeccseket rendeztek benne, aztán később egy varró műhely költözött bele, és éppen az 50-es évek legvégén, tehát 56 után kapta meg a helységeket a múzeum, és akkor merült föl, hogy a Csontvárit oda kéne hozni. Ennek az előkészítését még a Fitz házaspár végezte, de 63-ban, amikor májusban sorra került a kiállítás, akkor már a Nemzeti Galéria munkatársa mellett én lehettem az egyik aktív szereplője a rendezésnek. És ez azért is fontos volt, mert ennek a kiállításnak fantasztikus országos sikere volt. Vándoroltak az emberek Fehérvárra, egyfajta program volt eljönni Fehérvárra, megnézni Csontvárit, amit előtte soha nem lehetett. Hát ez nagyon nagy látni. Szó volt, persze. Igen. Ez elképesztő nagy dolog. És ennek a sikere is segített aztán bennünket abba, amikor hát azt már közösen
ötlöttük ki azt a hosszú-hosszú kiállítás sorozatot, amely tulajdonképpen végig kísérte a pályánkat, de erről talán már... Na, kíváncsian várjuk ezt is, igen. Szóval, mikor mi az egyetemre jártunk, akkor semmiféle 20. századi művészetről nem tanultunk egyáltalán. Tehát a klasszikus moderneket sem tanultuk, 19. század közepén az oktatásunk véget ért. És akkor azt gondoltuk, hogy talán ez lehetne egy alkalom, és lehetne egy lehetőség, hogy a 20. századi magyar művészetet végre föltárjuk, bemutassuk, elemezzük, nézzük, és a közönségnek is átadjuk. És a Fitz házaspár és Fitz Jenő is nagyon-nagyon megértette ezt a vitaminhiányt, amiből mi szenvedtünk, és nagyon pártolta ezt a dolgot. De ez akkor veszélyes volt, hiszen nem hiába, ugye nem tanították, gondolom, vagy gondolatjuk azt. Hát nem tanították, nem. Annyiban nem volt veszélyes, hogy tulajdonképpen az, hogy a múzeum vidéken van, nyilván senki nem figyel oda, egy Csontvári után meg egyáltalán nem lesz olyan fontos. Na most mi 64-től kezdve egy éven keresztül előkészítettük azt a kiállítás sorozatot, amit aztán 65 őszén kezdtünk el megcsinálni. A századfordulóval és a nagybányaiakkal indultunk, és egészen a jelenkorig jutottunk el. Az utolsó kiállítást azt a nyugdíjba vonulásunk, tehát 2000 körül rendeztük, és az igazából már csak egy válogatás volt azokból a művekből, amelyeket eddig bemutattunk, és amelyek nekünk személyesen a legfontosabb művészettörténeti, magyar művészettörténeti emlékeknek számítottak. Egyébként elképesztő, hogy tetszenek mesélni a múzeumról, hogy akkor milyen volt, meg hogy most milyen a múzeum. Igen? Ehhez kapcsolódva visszatérnék Fitz Jenőjékre, és főleg Fitz Jenőre, aki abszolút hallgatott ránk, engedte, sőt elvárta, hogy dolgozzon az ember. És ami azokban az évtizedekben mindennél többet jelentett, hogy azért nem találkozott mindig a hivatalosoknak a egyetértésével az, amit csináltunk, és ennek azért voltak nyomai. Akkor jöttek levelek, dorgáló levelek, hogy ennyi-bennyi? Vagy nem, akkoriban ilyesmiket nem írtak le. Telefonok voltak. Telefonok, telefonáltak fentről. Nem maradt nyoma a dolgoknak, de ami az óriási volt, hogy Fitz Jenő nem csak hogy tartotta a hátát ilyen ügyekbe, hanem soha semmit ebből át nem adott. Az nagyon fontos azért. Nekünk. Abszolút biztosította azt, hogy békésen dolgozhassunk, és hát ez valami egészen fantasztikus dolog volt. De valahol a képlethez hozzátartozott az is, ami ma szintén egy elképesztő, hihetetlen dolog, hogy egy olyan intézmény volt ez a múzeum, amelyik azért lassan emberekbe is egyre többen lettünk, azért különböző szakmákkal is gyarapodott a múzeum, hogy azt hiszem, hogy Fehérváron az egyetlen olyan intézmény volt, amelyiknek nem úgy pártszervezete nem volt, önálló pártszervezete, de egyetlen párttag sem volt a múzeumban. Az nagyon ritka, azt hogy csinálhatták, igen. Na, igaz? Tehát abban az időben ez elképzelhetetlen volt, főleg ugye egy ilyen szervezetnél, ami... Ez egy egészen unikális dolog volt. De lehet, hogy azért volt ilyen nagy teljesítménye a múzeum, és azért tudott ilyen dolgokat elérni, mert nem volt ilyen jellegű, ilyen típusú ember bent a múzeumban. Kicsit ilyen rebellis. Ez önmagában is egy... Egyébként igen. Elég fantasztikus dolgok. Néha nehézséget is okozott, például amikor először próbált az ember utazni és útlevelet kérni. Hát én éppen 30 éves voltam, amikor életemben először kaptam útlevelet. Ahhoz, mielőtt az ember beadta, kellett
szakszervezeti ajánlás, párttitkárnak az ajánlása. Igen, hát, nehéz volt megszerezni. Mindig kellett keresni a városba valami párttitkárt, aki... Légyszerűs, jött már alá nekem, igen. Ezt az ajánlást elképesztő. Na, Ficienőről ugye is, nyilván róla is van szó azért, meg a múzeumról is elég sokat beszélgetünk, de maradjunk Ficienőnél, rengeteg sztorit tetszettek már róla mondani, de alapvetően jellemezni kéne Ficienő, tényleg ő milyen ember volt emberként is, meg tényleg igazgatóként is. Vagy külön lehetett választani, mert ahogy én nem ismertem őt személyesen, de rengeteg történetet hallottam róla, hogy nagyon-nagyon nehéz volt az ő életében külön választani az embert, meg a múzeum igazgatót, mert neki a mindene volt a múzeum, hogy meg is látszódott ugye a fejlődésen. Látszott a múzeum. Igen. Én egy dolgot mondanék csak, ami tulajdonképpen képletes is, hogy hát egyrészt, amikor én ide múzeumba jöttem, akkor számomra a múzeum egyáltalán, vagy általában az egy ilyen oszlopos, oszlopcsarnokos, magas lépcsős épületnek tűnt. Most az István Király Múzeum az egyáltalán nem ilyen volt, és amikor először beléptem Ficienő irodájába, hogy megismerkedjünk egymással, akkor láttam ott ezt a mosolygós, göndörhajú, csokornyakedős fiatalembert. Mm. És néhány év múlva azt láttam, amikor egyszer reggel bementem, hogy ez a csokornyakedős fiatalember két óriási bádag vödörrel jön le az emeletről, és a vödörből víz folyik ki. El nem tudtam kérdezni, hogy mit csinálhat Ficienő, és akkor mondták, hogy csőtörés van, és természetesen az igazgató is hordja le az emeletről a kiömlött vizet. Én is ilyeneket hallottam, nem ezt a sztorit, de hallottam én is jó pár történetet. Hogy... Ez az egész mentalitására jellemző volt, szóval egyrészt egy rettenetesen urias, finom ember volt, de hogyha valami kétkezi munka adódott, sztoikus nyugalommal, ahogy az antik szerzőtől ezt megtanulta, vagy átérezte, viselkedett minden értelemben. És itt az ilyen vezető és azért. Ez egy nagyon-nagyon-nagyon kibontakozott az ember előtt az egész jellem. És akkor, amikor aztán már rendszeresen a múzeumban dolgozott az ember, akkor látta, hogy 9 felé Ficienő óvatosan kopogva megjelenik minden íróasztalnál, és 3-4 perc alatt megkérdezi, hogy ki mit csinál, mivel foglalkozik, hogyan gondolja tovább, és valami olyan igazi érdeklődést látott az ember, szóval nem egy ilyen adminisztratív, hűvös, kötelességszerű érdeklődés volt ez, amivel nyugodtan kezdhetett a nap folyamán mindenfélét, és a legbonyolultabb feladatok közben is érezhette azt az óvó, védő, érdeklődő, segítőkész magatartást, ami Ficienőnek a magatartása volt. Egy nagyon nagy szerencség volt vele dolgozóknak is, a munkatársaiknak is, Fehérnek, az egész országnak, én azt gondolom, mert tényleg olyat alkotott azzal az odaadással, és azzal a, most ez szó nemes értelmében, fanatizmussal, amivel ő csinálta, és szervezte a múzeumi életet, hogy nagyon-nagyon ritka. Főleg abban a régi rendszerben, ahogy ismerjük ugye az előkelőségeket, vezetőket, akik ugye valamilyen szervezet élén álltak, hát nem feltétlen mondjuk a jóért, az előrehaladásért küzdöttek, hanem volt egy elvárás, megcsináljuk, és utána letették a lantot, ő viszont tényleg előre-előre töretlenül. Önnek van-e valami ilyen élménye, még a műsor vége felé, hogy elevenítsünk fel egy-kettőt, hogy vidáman zárjuk ezt a vidáman történetet, zárjuk a beszélgetést? Az, hogy amikor még oda kerültünk, ugye, akkor is nagyon kevesen voltunk. Velünk együtt egy régész kollégina került oda, Bánki Zsuzsa, tehát hárommal egyszerre többen lettünk a múzeumban, de akkor is nagyon családias volt az egész. Reggel egyébként a nap azzal kezdődött, hogy Ficienő kávét főzött. Mindannyiunknak. Igen, mindenkinek megcsinálta a kávét? Ő főzte a kávét, és akkor megbeszéltük a napot. Tehát később ez úgy megnőtt a múzeum, hogy ez a fajta dolog elmaradt. De valahol ez a családiasság végig megmaradt. Mm. És ezt szeretném még elmondani, hogy ami óriási dolog volt, és máig számomra nagyon fontos, az hogy mindenfajta múzeumi munkába mindannyian beleláttunk. A néprajzoséban ugyanúgy, mint a régészébe, és a néprajzos ugyanúgy belelátott a mi munkánkba, adott esetben segített
nekünk fizikailag is, ahogy a régét is, ahogy még később is, amikor már Kralovánszki halálnék, Bakai Jánosék jöttek, akkor is volt egy ilyen közös munka mindig, és nagyon együtt volt mindig. Ez jó egyébként, ez gondolom sokat segített rengeteg területen, megmutatta, ez egy jó közösség volt akkor valójában, persze. Azért ezek elképesztő fontos dolgok. És még egyet, hogy tegyek hozzá, tényleg fölmerült ez, hogy nem volt pártszervezet, meg nem. Egyfajta azílium is volt a múzeum. Fici Jenő odavett nem egy olyan munkatársat, aki, hogy úgy mondjam, 56-ban megpörkölődött, ugye? A Kralovánszki Alán is, a Makai János is hosszabb időt töltöttek 56 után börtönbe. Én magam csak egy rövidebb, előzetes letartóztatást értem meg, de mindez nem zavarta Fici Jenőt, és mégisem dolgozhattunk. De azt csod egyébként, hogy ilyen múltú emberek voltak, ilyen bűnös múltú emberek voltak. Mások ott, is voltak és, ilyenek. És nem figyeltek egyébként oda így a múzeumra, tehát lehetett azért viszonylag sok mindent csinálni, ez egy tényleg egy érdekes dolog egyébként. Tehát Fici Jenő tényleg valamit, meg nyilván önök is, az egész csapat nagyon nagyot alkothatott. Fici Jenőből áradt a tekintély valahogy, ezt tudom csak mondani. Az igazság az, hogy ahogy visszaemlékszem, az elvtársak nem nagyon szerették Fici Jenőt, de tisztelték. És ez egy fontos dolog. Egyértelmű tekintélye volt. Hát én nagyon-nagyon szépen köszönöm önöknek a beszélgetést, nem órák hosszat tudnák még sztorizni, beszélgetni, hogy Kovalovszky Mártának és Kovács Péternek köszönöm szépen, és további jó egészséget kívánok. Köszönöm. És önöknek is köszönöm, hogy itt voltak velünk, tartsanak velünk legközelebb is itt a múzeumi beszélgetésekben.